apróságokon múlhat, hogy utálni, vagy szeretni fognak. Első rész. Rozikám, teljesen biztos vagyok benne, hogy az ég zöld. Rendben. Igaz, hogy én most épp kéknek látom, de érdekelne, hogy te mióta látod zöldnek. Te vagy az első, aki nem akarsz meggyőzni arról, hogy ez hülyeség. Azt mondják, bölcs dolog nyitottnak lenni minden új információra. Elgondolkodni azon, amit hallottál, anélkül, hogy feltétel nélkül elfogadnád, vagy elutasítanád, ellenállnál. Mit mondhatnék? Szeretlek. Képzeld, megemelték a fizumat bruttó 350-re. Én ennek a dupláját keresem. Gratulálok. Az én munkám ráadásul nagyon nehéz is. Három műszak is van, hogy túlórázom. Az semmi. Én heti 75 órát dolgozom. Futással szoktam feltöltődni egyébként. Már a héten sikerült 6 kilométert is lefutnom egyben. Ja, szép. Én minden este 8-at futok. Feltűnt már neked, hogy ez nem egy verseny? Utállak. Apró szokásokon múlhat, hogy szeretni vagy utálni fognak. Második rész. Gizikém, látom, hogy tök jó TikTok videókat csinálsz. Igen, imádom csinálni. Mesélsz róla, hogy működik? Ó, nagyon szívesen. Köszönöm, hogy erről kérdezel. Szeretlek. Hogy telt a hétvége? Szuper volt. Képzeld, elmentünk a... Tudod, én hol jártam? Megengedett, hogy befejezzem? Nem! Utállak. Apróságokon múlhat, hogy utálni vagy szeretni fognak. Harmadik rész. Te képzeld, a dinnye kívül zöld, de belül piros. Tudom. Igen.